Köszöntöm a kedves nézőket! Ma a szabályos négyoldalú guláról fogunk beszélni. Átvesszük az alkotóelemeket, a képleteket vele kapcsolatosan, megoldunk egy néhány feladatot, majd házi feladatot is adok. A szabályos négyoldalú gula az a mértani test, amelynek az alapja egy négyzet, és magasságának a talpontja. A négyzet középpontjába esik. Általában VABCD a jelölése. Alkotó elemei. Alapílek az AB, BC, CD és a DA szakaszok. Az alaplap az ABCD négyzet. Az alaplap középpontja az O pont. Magassága a VO szakasz. Oldalélek az AV, a BV, CV és a DV szakaszok. oldallapok a VAB, VBC, VCD, VDA egyenlőszárú háromszögek. A, az apotémája, amiből ugyan négy van, de csak egyet jelöltem a VM. fontos képletek az alapkerület, hogyha az alapél hosszát L, -l, L vagy az AB-vel jelöljük, akkor az alapkerület annyi, mint négyszer az alapél hossza. Az alapterülete az alapél hossza a négyzeten. Oldalfelszín négyszer az oldallap területe, amit alapkerület szer apotéma per kettő képlettel is ki lehet számítani. A teljes felszín az alapterület és oldalfelszín összegével számítható ki. A térfogatot az alapterület szer magasság per három képlet segítségével számítjuk ki. Első feladat. Egy szabályos négyoldalú gula alapja köré írt kör sugara 6 gyök 2 cm. A gula magassága 8 cm. Határozzuk meg az alaplap kerületét. A feladat szövegéhez rajzot készítünk, szövegének megfelelő rajzot készítünk, majd felírjuk mindazt az információt, amit a feladatból megkaptunk, ez lesz a feltevésben. Ugye az első alpontunk kérése az alapkerület, és elkezdjük a bizonyítást. Alapkerület képletét felírva, annyi, mint négyszer az AB, de látható, hogy a feladat szövege nem adta meg az AB hosszát. De ismerjük az alaplapja köré írt kör sugarát. Tudjuk, hogy egy négyzet köré írt kör középpontja a négyzet átlóiban ö, ö, átlói találkozási pontja, vagyis a mi esetünkben az AO lesz a kör sugara. Tehát a kör sugaráról még azt is tudjuk, hogy annyi, mint a négyzet oldal hosszának a gyök kettővel való szorzata osztva kettővel. Tehát, ha AO annyi, mint AB gyök 2 per kettő, és AO annyi, mint 6 gyök 2, ebből az következik egyenlővé teve őket, hogy AB egyenlő lesz 12 cm. -re. Behelyettesítve a kerület képletében 48 cm-t kapunk. A b alpont a gula csúcsának az alapéltől való távolságát kéri. A térmértamban egy pont távolságát egy egyenestől a három merőleges tétel segítségével határozzuk meg. Tehát VO merőleges az ABC síkra, OM merőleges BC-ben, BC-re az ABC síkban van mindkét egyenes, tehát a három merőleges tétel szerint VM merőleges BC-re. Vagyis a V pont távolsága a BC egyenestől annyi, mint VM. A VOM háromszögben tudjuk, hogy az O szög 90 fokos, mivel VO a gula magassága, tehát merőleges az alaplapra, és OM benne van az alapban, ezért alkalmazhatjuk a Pitágorász tételét. VM a négyzeten, annyi, mint OM a négyzeten, plusz OV a négyzeten. Behelyettesítve az adatokat VM egyenlő 10 cm-re, vagyis a V pont távolsága BC egyenestől 10 cm. A harmadik alpont a gula teljes felszínét kéri. Felírjuk a teljes felszín képletét, amiről tudjuk, hogy az alapterület plusz oldal felszín segítségével tudjuk kiszámítani. Alapterület képlete. AB négyzet, ami 144 négyzetcentiméter lesz, és az oldalfelszín négyszer egy oldallap területe, behelyettesítve az értékeket, 120 négyzetcentimétert kapunk. Tehát a teljes felszín 264 négyzetcentiméter. A következő alpont az oldal él és az alapsik által Bezárt szög színuszát kéri. Tehát oldalérként az AV szakaszt fogjuk venni, és akkor az AV és az ABC sík közezárt szöget keressük. Ahhoz, hogy egy egyenes és egy sík meghatározott szöget meghatározzunk, szükségünk van az egyenes vetületére, a síkra. A mi esetünkben az ABC síkra való vetülete az AV egyenesnek, az AO egyenes lesz. Tehát a VA és az ABC sík által közezárt szög színusza ugyanannyi, mint a VA és az AO egyenesek által közezárt szög színusza, vagyis a VAO szög színusza. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk határozni, kirajzoljuk a VAO háromszöget, amiről tudjuk, hogy derékszögű, de szükségünk van először a VA-ra, vagyis az átfogóra ahhoz, hogy a színuszt meg tudjuk határozni. A VA hossza 2 34 cm. Behelyettesítve a színusz szögfüggvényben a VO per VA annyi, mint 8 törve 2 gyök 34, gyöktelenítve, majd egyszerűsítve, a színusz VA és az ABC síkok által közezárt szög 2 gyök 34 per 17. A következő alpont az alaplap középpontjának az oldal laptól való távolságát kéri. Legyen OP merőleges VM-re, úgyhogy P eleme VM-nek. Egy pont távolságát a síktól általában a három merőleges második fordított tételével számítjuk ki, vagyis határozzuk meg. A mi esetünkben OP-ről tudjuk, hogy merőleges VM-re, mert így vettük fel, P eleme VM-nek, PM merőleges BC-re és OM is merőleges BC-re. Mindketten a VBC síknak az elem, a részei. Tehát a három merőleges második fordított tétele alapján OP merőleges VBC-re, vagyis az ópont távolsága a VBC síktól annyi, mint OP szakasz hossza. A VOM derékszögű háromszögben OP egy magasság, és alkalmazhatjuk a magasság képletét, ami az egyik befogó és másik befogó szorzatának az átfogóval való arányát képezi. Behelyettesítve az értékeket, OP 4,8 cm, vagyis az ópont távolsága a VBC síktól 4,8 cm. A második feladat, a VABCD szabályos négyoldalú gula oldal, oldallapja egy 10 cm oldal hosszúságú egyenlő oldalú háromszög. O az alaplap középpontja, M és N a VO, illetve az OC szakaszok felezőpontjai. Határozzuk meg a gula teljes felszínét. A... Feladat szövegéhez megfelelő rajzot készítünk, majd kiírjuk mindazt az információt, amit a feladat szövegéből megkapunk, és elkezdjük bizonyítani, vagyis kiszámítani a teljes felszínt. Tudjuk, hogy a VAB háromszög egyenlő oldalú, ebből az következik, hogy AB ugyanakkora, mint az AV, vagyis 10 cm. Teljes felszívnünk a alapterület plusz oldalfelszín képlet segítségével meghatározható. Az alapterületünk az AB négyzeten, vagyis a 100 négyzetcentiméter értéket adja. Az oldalfelszín négyszer az oldallap területe, vagyis négyszer AB négyzet gyök 3 per 4 mivel hogy egyenlő oldalú háromszögek az oldallapok. Alkalmazhatjuk az egyenlő oldalú háromszög területképletét. Behelyettesítve az értékeket, az oldal felszín 100 gyök 3 négyzetcentiméter. Tehát a teljes felszín 100 plusz 100 gyök 3 cm a négyzeten. A következő alpont a gula térfogatát kéri, a GULA térfogatát az alapterületszer magasság per három képlet segítségével tudjuk kiszámítani. Ahhoz, hogy a térfogatot meg tudjuk határozni, szükségünk van a GULA magasságára. Tudjuk, hogy VO merőleges az ABC síkra, és OC része az ABC síknak, vagyis a VO merőleges az OC-re. Az OC-ről viszont tudjuk, hogy fele, az AC-nak, vagyis a, az átlónak, a négyzet átlójának. Ebből az következik, hogy OC egyenlő 5 gyök 2 cm. A VOC háromszögben tudjuk, hogy O szög 90 fok, alkalmazhatjuk Pitágorász tételét, és behelyettesítve az értékeket, VO annyi, mint 5 gyök 2 cm. Behelyettesítve a térfogat képletbe az adatokat, a térfogata a gulának 500 gyök 2 törve 3 köbcentiméter. A CL az AV és az MN egyenesek által közezárt szöget kéri. A VOC háromszögben tudjuk az M pontról, hogy az OV felezőpontja. Az N az OC felezőpontja. Ebből az következik, hogy MN a VOC háromszögben középvona, vagyis MN párhuzamos VC oldallal. Ha MN párhuzamos VC-vel, ebből az következik, hogy az AV és az MN egyenesek által közezárt szög ugyanannyi, mint az AV és a VC egyenesek által közezárt szög, vagyis egyenlő az AVC szögge. Az AVC háromszögben ismerjük az AV és a VC oldalak hosszát, ami 10 cm. Az AC oldalról tudjuk, hogy 10 gyök 2 cm. 10 gyök 2 cm, vagyis a, leg, a legnagyobb oldal hosszúsága négyzeten annyi, mint a másik két oldal ö, hosszúságának a négyzetének összege. Vagyis 200 annyi, mint 200. A pitágorász tételének, fordított tételének alkalmazásával látható, hogy az AVC szög 90 fokos vagyis az AVC háromszög derékszögű. Tehát az AV és az MN egyenesek által közezárt szög 90 fok. A d pont az M pont távolságát kéri a VBC síktól. Legyen VQ merőleges BC-re. Q eleme a BC-nek, és MT merőleges a VQ-ra, úgyhogy T eleme a VQ-nak. Ha OQ merőleges a BC-re, és VQ merőleges a BC-re, tudva azt, hogy OQ, metszet, VQ, az Q pontot kapjuk, és az OQ is, és a VQ is benne van a VOQ, síkban. Az következik, hogy BC merőleges a VOQ síkra. De azt is tudjuk, hogy az MT benne van a VOQ síkban, tehát BC merőleges az MT-re. Alkalmazva ezt a dolgot, felírhatjuk, hogy BC merőleges az MT-re, VQ merőleges az MT-re, mert így vettük fel. A BC és a VQ egyenesek, mindketten benne vannak a VBC síkban. Tehát az MT merőleges a VBC síkra. Vagyis az M pont távolsága a VBC síktól az MT szakasz hossza. Tehát ebben az esetben kétszer alkalmazva a sík és egy egyenes merőlegességét határoztuk meg egy pont távolságát a síktól. A VOQ háromszögben, amiről tudjuk, hogy derékszögű, M a VO felezőpontja, P a VQ felezőpontja. Mert így vettük fel, ebből az következik, hogy MP középvonal mivel középvonal az MP az OQ-nak lesz a fele. Tehát a VMP háromszögben tudjuk, hogy M. 9, M szög 90 fokos, mivel a VMP háromszög hasonló a VOQ háromszöggel, és VOQ háromszögről tudtuk, hogy derékszögű, ezért a VMP is derékszögű lesz, Ebből az következik, hogy a VMP háromszögben alkalmazhatjuk a magasság képletét. Mivel MT merőleges a VP-re, MV-szer MP törve VM egyenlő lesz MT-vel. Viszont tudjuk, hogy MV a VO-nak a fele, MP az OQ-nak a fele, és VP a Q-nak a fele. Behelyettesítve az értékeket, MT egyenlő lesz 25 gyök 2 törve 4 törve 5 gyök 3 törve 2-vel. Vagyis a számításukat elvégezve az MT szakasz hossza 5 gyök 6 törve 6 cm. A mai órán átvettük a szabályos négyoldalú gula alkotóelemeit, elemeit, mindazt, amit már eddig tanultunk a szabályos négyoldalú gulával kapcsolatosan, pluszban még jöttek ugye a képletekből a térfogat képletek, oldalfelszín és teljes felszín képletek, egy pont távolságát egy egyenestől újra átvettük, újra ismételtük, egy egyenes és egy sík által közezárt szöget kiszámoltunk, két egyenes által közezárt szöget a térben, a mi esetünkben ugye megkerestünk egy párhuzamos egyenest egy másikkal, ahhoz, hogy meghatározzuk a szöget, és egy pont távolságát egy síktól. Ha ezeket a feladatokat újra átnézitek és megoldjátok, akkor könnyebben meg fogjátok tudni oldani a házi feladatokat. Az első házi feladat egy VABC szabályos négyoldalú gula alapjának területe 100 négyzetcentiméter, a potoimájának hossza 13 cm, és az AC és a BD meccéspontja az O pont, meg kell határozd a gula magasságának hosszát, a gula oldal felszínét, az oldalél és az alaplap által közezárt szögtangensét, és az ópont távolságát az AVD síktól. A második házi feladat, egy adott egy VABCD szabályos négyoldalú góla. Ha tudod, hogy az oldal élének hossza 6 cm, és az alapél az oldaléllel 60 fokos szöget zár be, határozd meg az AV és az AC élek által közezárt szög mértékét. Az alapél hosszát, a gula térfogatát, és az oldallap és az alaplap által bezárt szög színuszát. Tanácsolom, hogy nézétek át a feladatokat, és annak segítségével oldjátok meg a házi feladatot. Eredményes tanulást kívánok nektek!